Nem maradnak fűtés nélkül a gyágyószentmiklósiak. Az Esztár hőszolgáltatót bírói rendelet kötelezi a maradásra. A Marosvásárhelyi ítélőtábla döntésének értelmében január 15-én életbe lépett volna az Esztár szerződésbontása, és az önkormányzatnak kellett volna átvennie a távhő és melegvíz szolgáltatást. Az önkormányzat azonban a Hargita megyei törvényszékhez fordult. Időt nyert a Gyergyószentmiklósi önkormányzat, a sürgősségi rendelet ugyanis kötelezi az Esztárt a távhőszolgáltatás folytatására. A rendelet nem jogerős, kedden még megfellebbezhető, de az biztos, hogy az önkormányzatnak egyelőre nem kellett átvenni a hőszolgáltatást. Folyamatban van egy másik per is az Esztár ellen. Kérjük a bíróságot megállapítani azt, hogy elég volt-e 8 szavazat, tanácsosi szavazat az ár elfogadására, vagy szükség lett volna 9 szavazatra. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy elég volt a 8 szavazat, akkor már nem képezi tárgyát a szerződésbontás, hiszen elfogadott árról beszélhetünk, és akkor a szolgáltató nem tudja felbontani a szerződést. A hőszolgáltató ugyanis azért akart szerződést bontani, mert a két 7,5%-os áremelés még nem lépett életbe. Az új bírósági rendelet értelmében az Esztárnak addig kell folytatnia a szolgáltatást, amíg ebben a perben nem születik végleges döntés.